Megfizethető lakhatásért tüntettek több ezren Madridban. A résztvevők szerint a spanyol fővárosban gyakorlatilag már megfizethetetlen a lakásvásárlás vagy a bérlés. A fizetésem 80%-át elviszi a lakhatás. Lehetetlen itt élni. A béremnek több mint a felét albérletre költöm, nagyon drága. Méltatlankodott két tüntető. A madridi lakásbérlők érdekképviseletének szóvivője egy esetleges sztrájkra utalva azt üzente a bérbeadóknak és az ingatlan cégeknek, hogy vége a büntetlenségüknek. Azt akarjuk, hogy a bérleti díjakat egyszer s mindenkorra csökkentsék, méghozzá azonnal, mondta. Hasonló tüntetések Spanyolország más részein is rendszeresek. A népszerű nyaralóhelyeken a turistáknak tulajdonítják az ingatlanárak elszabadulását.